Jó estét kívánok! Én Szuhai Botond vagyok, és ez itt a DK Szubjektív. Napi Magyar Péter, Bujdosó Orbán, interjú a leggazdagabb magyarral és ellenzék előválasztások. Lássuk a mai tartalmat. Tüntetés és pártbejelentés után merre tovább Magyar Péter? Elemezzük a Fideszből kiugró politikus mozgásterét és az ellenzék ellen indított támadását is. Orbánnak már a közmédia sem jó. Végigvesszük a Fidesz gazdasági politikai morális válságának következményeit, és azt is, hogy miért nem találja erre a helyzetre a válaszokat a miniszterelnök. Mészáros Lőrinc interjút adott. Meddig maradhat következmények nélkül az egyre pofátlanabb képutatás? Ezt és az összeomló gazdaságról szóló híreket is megbeszéljük. Végül pedig egyre közelebb június 9-e, ennek megfelelően a napokban két fővárosi kerületben is ellenzéki előválasztást tartanak. Hol tart most az ellenzék és a felbojduló közélet hogyan befolyásolhatja az önkormányzati választásokat? Hamarosan megvitatjuk. Köszöntöm állandó szereplőinket, Kálmán Olgát! Sziasztok! És Gréczi Zsoltot! A DK Szubjektív visszatérő vendégei Csintalan Sándor. Jó napot, magyarok! És Kaltán Bakjenő. Hello! Szinte már követni is nehéz a Magyar Péter körüli média felhajtást. Én azt javaslom, hogy kezdjünk egy részletes összefoglalóval, és akkor utána beszélgetünk lépésről lépésre. Ahogy azt minden ellenzéki tüntetés után megszokhattuk, Magyar Péter szombati demonstrációja után is beindult a számháború arról, hogy mennyien is tüntettek valójában. A majdnem megtelt Kossuth téren azonban több tízezren meglepődve hallgathatták, hogy Varga Judit volt férje majdnem több időt szentelt az ellenzék legnagyobb pártjának, a DK-nak és Gyurcsány Ferencnek a támadására, mint a kormány vagy Orbán Viktor kritizálására. Ezek után kevéssé volt meglepő, hogy Magyar Orbán és Gyurcsány közé egyenlőségje lett téve, hármas vitát kezdeményezett a tüntetés másnapján. A DK hamar reagált és jelezte Magyar Péternek, hogy mivel LP választások közelednek, így a DK, az MSZP és a Párbeszéd Zöldek közös listavezetője, Dobrev Klára az, aki ebben az időszakban vitákat vállal. Hogy Magyar kiáll-e Dobrev Klárával szemben, azt nem lehet tudni, ellenben azt egyre biztosabban látni, hogy lesz pártja az új ellenzéki messiásnak. Szerdán ugyanis eldőlt, hogy az egykori fideszesek által alapított, eddig jobbára kamupártként működő Tisztelet és Szabadságpárt lesz a Diákhitel Központ egykori vezérigazgatójának új politikai otthona. Közben Magyar egyre több helyről kap komoly kritikát kijelentései miatt. Donát Anna többek között azért üzent keményen Magyar Péternek, mert Magyar azt mondta, hogy Európa politikája lényegesen közelebb áll a kormánypártéhoz, mint az ellenzék vízióihoz. A folytatás innen következik. Kezdjük a szombati tüntetéstől. A legtöbben azt várták, hogy kormánykritikus szólamok lesznek, ehelyett ez gyakran csapott át ellenzék kritikusba inkább. Így visszanézve, hogyan értékelitek ezt az egészet és magát a rendezvényt? Többen próbálkoztak már ezzel, hogy ellenzéket kell váltani, nem jók az ellenzéki pártok, de azért szeretnék a listájuknak az élére kerülni, ugye emlékszünk erre. Hát, hogy le akarom váltani a politikai pártokat, és mindamellett azt kérem, hogy hogy kerüljék a listájuknak az élére, miniszterelnök jelöltként. Ez volt ugye 2021-22. Most pedig én mélységesen felháborodok azért, hogy a társadalmi közhangulatot valaki azzal akarja tovább rontani, mélyíteni, hogy azt mondja, hogy Orbán Viktor által okozott iszonyatos károk, amik itt ebben az országban az elmúlt 14 évben történtek, azok azonosak azzal, amelyek bármelyik korábbi kormány alatt történtek. Mert ez egyszerűen nem igaz. Tehát nézzünk körbe az országban. Egyetlen egy kormány, egy miniszterelnök nem ártott még annyit az országának, mint Orbán Viktor. Nézze már meg valaki az egészségügyet, az oktatást, egyáltalán a társadalomnak a közhangulatát. Nézze már meg valaki, hogy ez az ember, akit Orbán Viktornak hívnak, az elmúlt 14 évben hányszor mérgezte a magyarok lelkét. A rengeteg gyűlöletkampánnyal, a karaktergyilkosságokkal, az óriás plakátokkal. Tényleg már számba se tudjuk venni, hogy ki mindenkit kellett ennek az országnak gyűlölnie. Hát mit csinált ez az ember ezzel az országgal? És ebben a helyzetben, amikor ez egészen biztos, hogy Magyar Péter is, és mindenki, aki eddig ilyen hasonló módon lépett színpadra, ezzel tisztában van.
Hát hiszen pont azt mondja, hogy az országot fel kell szabadítani. Akkor Emmerlé nem mondhatja azt, hogy mert ez ugyanaz, mint amit akár Gyurcsány, akár Medgyessy, akár Hongyula, akár Antal csinált, mert nem igaz. Tehát nem igaz az, hogy mindenki csak rosszat tett ebben az országban, és akkor minden rossztól kell megszabadulni. Nem, Orbán Viktortól és a Fidesztől kell megszabadulnunk. Pont. A helyzet az, hogy én alapvetően jó lényegét illetően persze egyetértek azzal, amit Olga mondott, de amúgy meg, mondjuk már meg a kedves népnek, ha nem vette volna észre, hogy az előbb sorolt vezetőket és pártjaikat annak idején a választók leváltották, tehát ha elkövettek hibákat, akkor megkapták a politikai büntetésüket, úgyhogy hagyjuk a izébe ezt az egész dolgot. Félrevisz, teljesen megtéveszt. Megtévesztő. Abszurd. Nem vitaképes. Föl kéne fogni a közvéleménynek és a közönségnek. Az egyik dolog. A másik, nem megyek bele a számhábukba. Sok ember volt ott. Nagyon sok ember volt. És mindösszesen azt gondolom, hogy jellemzően egyébként a közönség jelentős része, túlnyomó többsége, mindenek előtt tényleg először is a rendszerre az elégedetlen. Tetszik vagy nem tetszik, ezt én ingyen adom, szerencsére semmiféle politikai ambícióm nincsen sehol. Azért nekünk is van minden elgondolkodni. És ez az egyetlen pont, ahol ha úgy tetszik, hálás vagyok a sorsnak, mert egyébként ekkora mázista legyen valaki, vagy politikai antréba, mint ez a csávó, az van hihetetlen. Meg egyáltalán, hogy ez a kőbe repült a hálóvízbe. A vízébe, mert egy kicsit azért bennünket is gondolkodásra késztet. Ez az egyik dolog. A másik persze azért az elgondolkodtató, nekem most körbeért minden. Mindig, sokan gondolkodtam mások is, hogy mitől van az, hogy nekünk van egy Orbánunk. És ugye a Donát Anna szövegét is hallgatva, hát az a drámai hírem van, hogy túl sok befolyásunk nincs arra a tényre, hogy egyébként a magyar választó közönség bizonyos értelemben politikai holtartozástól függetlenül egyszerűen a politikában messiásokat keres. Hát az, amit az ember kap most a magát demokratik, azt gondolom, hogy aki rendszerkritikus ma, azért valahol dominánsan demokrata is. Hogy az ember mit kap a pofáját, pusztán csak azért, mert nem fog, én sem, és gondolom mások sem, vágják hanyat magukat attól, hogy most megjelent valaki, akiről egyébként nem tudok semmit. Ja, tehát és téged is szidnak mondjuk a Facebook bejegyzéseid alatt? Sanyit szidják? Na de engem nem hoz, látva meg a vitákban is, ugye, hát komoly embere, most hagyd ne soroljam, hogy kikre gondolkodik, az a nagy előnye ennek az embernek végre, hogy nem tudunk róla semmit. Mennyivel jobb, mint Kunharmi Ági, akit ismerünk? Hát mondom, csendben, az a nagy büdös helyzet, hogy azért szerintem, ráadásul egy értelmezéssel foglalkozó ember, aki mondjuk a világ előtt megjelenik, annak meg különös felelőssége van abban, hogy nézzük meg, beszélnek a tények. De egyébként, ha tényleg azt gondolják, hogy ezt ennyiből meg lehet úszni, hogy innentől kezdve Magyar Péter úgy fog megítéltetni, mint egy ismeretlen Bátesz, hát ez egy barom, vagy egy tévedés. Bocsánat, hogy csak egy dolgot hagyd mondjam. Annak a közönségnek egy jelentős része, hogy nagyon sokan jöttek Európa különböző országaiból, ugye? Fapados járat mindenfélével. Erre azt kapták a szónoktól, hogy az ő Európa elgondolása közelebb áll a Fideszhez, és a föderáció hash. Na most például azok az emberek nem azért jöttek ide. Úgyhogy nyugi, várjuk ki a végét, amúgy tényleg az ellenzéknek is itt, hogy is mondjam, kihívás, és nem mindegy, hogy mi fog történni ezzel a lehet, hogy blöffel, ha mi hülyét csinálunk magunkból, és a hülyét csinálunk magunkból, még a végén nem lesz blöff. Aha. Beszélünk majd az Európa ügyről is egyébként. Zsolt, hozzád az lenne a kérdésem, hogy Magyar Péter mindig felhívja rá a figyelmet, hogy mennyire támadja őt a propaganda, és ebből is szó sem igaz. Hát de ezt csinálja ugye a Rogáni művek, több mint 14 éve.
Gyurcsány Ferenc... Hát, üdv a világunkban, hogy, igen. Igen, Gyurcsány Ferenc, azért láttuk, hogy mit csináltak. És akkor itt van egy ilyen nagy különbség, hogy minden, amit Gyurcsányról mondanak, az igaz, de amit Magyar Péterrel, abból semmi. Hát ugye itt sok probléma nyílik ki rögtön. Az egyik probléma az az, hogy tényleg sokan viselkednek úgy, ahogy Sándor mondja, hogy nem tudunk róla semmit. Hát valójában tudunk sok mindent. 14 évig Orbán Viktor pártkatonája volt, különböző állami megbízatásokkal, hatalmas fizetésekkel, és minden olyan előnnyel, amivel a kiemelt Fidesz káder felesége őt meg tudta ajándékozni. Tehát egyrészt ezt tudjuk. Másrészt pedig az is eszembe jut, hogy már nagyon sokan próbálkoztak azzal, hogy ők a Fideszből jöttek. Ugye Vona Gábor is a Fideszből jött, és ez volt az ő szövege is, hogy majd ő ezt megreformálja, azt azóta most egy, hát nagyjából 0% arra a kalibrált pártnak a vezetője, de emlékszünk Simicska Lajos O1G akciójára is, abból sem lett atombomba, emlékszünk Márki-Zay Péterre, sőt Fekete Győr Andrásnak is voltak a indulásakor olyan mondatai, amelyik arról szóltak, hogy ő valami Fidesz szavazó volt. Tehát itt ezek a problémák, ez a 14 éves múlt, ez nem nagyon hárítható el egy kézmozdulattal. Ami pedig a támadást illeti, hát amit ő kap, az nagyjából a gombostűk ennyi ahhoz képest, amit például Gyurcsány Ferenc kapott itt, még miniszterelnöksége előtt a Fidesztől, ahogy tetszik már 89-től, amikor a fekete doboznak nyilatkozó Orbán Viktor azt mondta, hogy egyetlen egy ember van a túloldalon, akire oda kell figyelni, és azt mondta Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferenc 100 milliárdokat költött. Ez a propaganda. És jelen pillanatban is. Igen, tehát plakáton, egyperces híradóban, brüsszeli támadásokkal, és itt tovább hosszasan sorolhatnám. Tehát az, hogy van egy ekkora kupac, amit Gyurcsány Ferencre költöttek, meg egy ekkora kupac, amit költöttek eddig Magyar Péterre, azt gondolom, ez nem összehasonlítható. És azt az embert rugdalni az ő részéről, aki a mai politikában az utolsó aktív olyan politikus, aki legyőzte Orbán Viktort, az azt gondolom, hogy öngól, és ahelyett, hogy közelebb vinne minket a kormányváltástól, inkább távolabb visz. Bocs, hogy folytassam a Botond kérdését, vagy a kérdésében rejlő gondolatot. Tehát ott hibázik ez a logika, hogyha erre gondoltál te is a kérdésedben, hogyha Magyar Péter ugye azt mondja, hogy őt támadja a rogáni propaganda, pénzt nem sajnálva, le akarják járatni, és ebből egy szó sem igaz. Igaza van Magyar Péternek, tényleg ezt csinálja a rogáni propaganda. Tehát ő azt mondja, hogy egy szó sem igaz, és minden, de tényleg mindent bevetnek ellene, hogy lejárassák. És akkor nem gondoljuk azt, hogy a másik fél, nevezetesen Gyurcsány Ferenc, akit meg 14 éve minimum, de annál sokkal több, hogy Zsolt is mondta, pénzt nem sajnálva lejárat a rogáni propaganda, mindent elkövetnek ellene, az pedig azt gondoljuk, hogy mind igaz. Tehát Magyar Péternek, vagy mindenkinek, aki ezt elhiszi, akkor az a gondolat jár a fejébe, hogy a egyik embert az most az elmúlt egy hónapban igaztalan vádakkal illették, de a másikat nem igaztalan vádakkal illették. Tehát az, hogy tényleg mesterségesen, ahogy mondtam, pénzt nem sajnálva, a patás ördög és mindenféle képet építenek Gyurcsány Ferencről a Fidesz műhelyeiben, konyháiban, hát ezt pontosan tudjuk. És hogyha valakinek felteszed azt a kérdést, hogy egyébként 2010 előtt a Gyurcsány kormány, két Gyurcsány kormány, mondja már meg valaki, hogy hogyan tette tönkre az országot, ami egy ilyen alapállítása a Fidesznek. A Gyurcsány tönkretette az országot. Hogyan? Mivel? Tehát, hogy tételesen soroljanak fel dolgokat. Az utcájukba mész be, az Isten áldja meg. Tényleg, mit kell magyarázkodni már? Ezt mondom. Egyik propaganda, a másik propaganda nem propaganda. De ezt be kell fejezni. Befejeztem. Tényleg. Arról kell beszélni, amit most zajlik. Nincs mit megmagyarázni az előző időszakokkal kapcsolatban. Megmérettetett, az történt, ami történt, most meg ez van, ami van, és 14 éve regnál Orbán Viktor. Amúgy meg azért azon gondolkodj el, meg mindenki gondolkodjon el. Mit tudunk most in situ? Bocsáss már, meg Jenő még meg se szólalhattál, csak provokál a Jenő. Mondunk. De Jenő a dolga. Hát szinte már mindent elmondtatok, ami lényeges, úgyhogy nem is tudom, hogy hozzátegyek-e bármit, de azért megpróbálom.
Szóval én azt gondolom, hogy ez egy meglehetősen irracionális helyzet. Igazából nehéz megmagyarázni azt, hogy a Magyar Péternek a sikere az miért vezethető vissza, de talán arról van szó, hogy van egy megunása a hosszú ideig tartó, meglehetősen kevésbé termékeny időszaknak. Tehát itt ugye az elmúlt 10 évben az ellenzék és a Fidesz között folyt a harc elsősorban a parlamenten belül, de azon kívül is, és ennek nem sok eredménye volt. Tehát van egy csömör az emberek egy jelentős részében, akik úgy gondolják, hogy most már tényleg 14 év után valami másnak kellene történnie, csak nem nagyon tudják, hogy minek. Tehát ez egy ilyen ösztönös reakció, nincs igazán átgondolva, mert ha egy kicsit is át lenne gondolva, akkor azért fölmerülne az emberekbe a kérdés, hogy a Mesiás az-e, aki a Fideszből jön, tehát aki 10 éven keresztül része volt a rendszernek. Hova tovább, még odáig is elmennék, hogyha az Orbán rezsimet büntető jogilag felelősségre lehet vonni, már pedig ugye hát azért eléggé nyilvánvaló, hogy egy csomóan megpendítették, hogy mindenféle bűncselekmények követődtek el az elmúlt 14 évben, akkor Magyar Péter bűnrészes. Hiszen annak a minimum bűnsegéd, ahogy ezt a jogászok fogalmazzák, mert hogyha még nem is vett volna tevékenyen részt magának a bűncselekményeknek az elkövetésében, akkor is egyetértésével azoknak a szándékát erősítette. De részt vett, hiszen 10 éven keresztül ebben a rendszerben egy pozíciót foglalt el, ami nem is volt annyira jelentéktelen, ráadásul ugye a feleségén keresztül kapcsolódott a rezsimhez. Azonban hát sajnos az a helyzet, hogy az ilyen szituációkban a választó, és különösen a magyar választó, ez egyébként is jellemző, meglehetősen ösztönösen reagál. Tehát nincs igazán átgondolva, mert ha át lenne gondolva, akkor nyilván rájönne arra, hogy nem ő az igazán megfelelő Mesiás. De ez nem újdonság, ez így volt korábban is. Hát lásd Márki-Zay Péter, ugye, aki szintén fölmerült egy pár évvel ezelőtt, mint a nagy újító, hát aztán tudjuk, hogy hova futott ki a dolog. Szerintem most is valami hasonló várható. A történelem ismétli önmagát. Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy az nem hiteles, ha valaki azt mondja, hogy őt bántja a Tóni. Majd azt mondja, hogy az Orbán nélküli Fidesszel, vagyis Tónival is összefog. Tehát az Orbán nélküli Fidesznek Tóni is része akkor. Tehát olyan nincs, hogy a Tóni engem bánt és igazságtalan, miközben meg a Tónival akarok összefogni Orbán ellen. Én komolyan mondom, hogy jobb lenne egy kicsit azon gondolkodni, tényleg ajánlom, hogy a választókon, mert egyrészt én, mint a három voltam SZMP tag közül az egyik. És volt olyan ember, aki én kampányoltam annak idején, hogy lépjenek be a Fideszbe. Ezek nagyon érdekes dolgok, amúgy pedig középiskoláig eljutva is tudjuk, hogy mit tudom én, a Taléran és meg a Fuse is nagy túlélő volt, és a többi, meg, hogy ki honnan jött. Ezek nagyon fontos dolgok, de szerintem egy másik műsor témái. Azonban tényleg az a kérdés, hogy itt most mi van. Például azért én még mindig nem tudom, hogy jött-e vagy küldték. Mert most az például... A pártja az elmond bármit, amit most bejelentett? Ez a Tisza? Szóval még mindig nem tudom, mert ha tudná, ha az mondana valamit, akkor most egy csacska kérdés volt, mert ha mondana valamit, akkor már tudnám, hogy jött-e vagy küldték, de még mindig nem tudom. És már bocsánatot kérek, azért annyi eszük van, hogy például azért költenek az ő lejáratására nagyon sokat, hogy ő legyen. Na, hős. Mi az Isten? Hős. Hős, igen, hős. Mártír. Honnan tudod? Honnan tudjuk? És ez sokkal lényegesebb kérdés. Sokkal lényegesebb kérdés a mi saját jövőnk szempontjából, mint mondjuk adott esetben, hogy ki mindenkit próbáltak még lejárni. Sőt, engem még fejem is maszta. Tehát most érted, ennek semmi jelentősége nincsen igazából. Ezért nagyon fontos, hogy mi hogyan reagálunk erre az egész történetre. És a választóknak milyen kérdéseket teszünk fel. Amúgy meg, röhögjünk már egy kicsit. Na. Most azért gondoljátok meg. Hát a NER meg a Fidesz egy nagy párt, nem? Ebben az egész kontextusban, szóval Freud, hát ez a Isten, hát emlékeztek rá, hogy tegnap előtt mit produkált a Menzel Tamás a parlamentben? Mit ajánlott az ellenzéknek? Ja, hogy legközelebb ne az elmegyógyintézetből hozzon megváltót. Csókolom, Menzel Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója definitíve közölte, hogy a Fidesz és a NER az egy elmegyógyintézet. Csókolom.
nem tűnt föl senkinek? Hát ennél autentikusabb forrás, hát még az ember megvilágosodik. 14 évig ennek adtak állást. Hát, ez volt az álompár, a fideszes álompár, ez a rém álompár. Na, de bocsánat, ebből az is következik, hogy a kétszerű. De ez valami egészen gyönyörű. Amúgy az is gyönyörű, hogy nem. Hogy például az is gyönyörű, hogy a droidok ott ültek, és azonnal nem küldték el a izébe, mondjuk egy kicsit azért is meg vagyok sértődve, mert mi az Isten, hanem az ellenzéki képviselőknek se esett le, hogy a Menczer Tamás mit mondott. Ráadásul ez a barom utána még azt is előadta, hogy azért lett kirúgva a kis, vagyis a Tar Zoltán, mert egyébként meg akarja buktatni a kormányt. De most te meddig tartottad volna meg magad mellett, mint szerkesztő, mint egy főző, mint szakrális Isten királynő. Jó, föl se vetted volna, az tény, de meddig tartottad volna meg? Nem, hát ez nem kerülhetett volna. Nyugodtan hívhatjuk ezt a NER, a Fidesz elmegyógyintéde. Jó, de hát azért azt is jelenti, hogy a magyarok 90%-a, vagy mit tudom én, hány százaléka őrülteknek szavaz bizalmat már 14 éve. Nem 14 éve, Jenő, már többször előfordult a hazának a történetében. Hagyjuk ezt, nem lenne sehova. Röviden még beszéljünk az Európa politikára, amit a Sándor felvetett itt az Európában. Az is. Na, az érdekes. Donát Annától fogok idézni röviden. Ha Magyar Péter Európa kérdésében közelebb áll a Fideszhez, mint az ellenzékhez, akkor nem pusztán a magyar ellenzéket oponálja, de a teljes Európa projektet. Mit gondoltok róla? Nem tudom, hogy ez a teljes Európa projekt. Vagy mit ért az alatt? Most mi az, hogy a teljes Európa? Tehát, hogy... Nekem nem is feltétlenül Donát szavai érdekesek, inkább az, hogy nem, tehát próbálták ezt az elmúlt egy hétben sokan úgy láttatni ezt a helyzetet, mint hogy egy DK kontra Magyar Péter helyzet lenne, hogy a tüntetés is ezt sugallta. Hát ezért, már a tüntetés igen, ezt sugallta. De közben azért, mint hogy Hadházi Ákos, Jakab Péter, Donát Anna és még nagyon sokan elmondják, hogy nekik ez a fiú nem tiszta. Nem tudják, hogy honnan jön, nem tudja miért, senki nem tudja, hogy miért csinálja, nem tartják hitelesnek a szövegét. Olyan nincs, hogy egyik napról a másikra. Az első interjújában, mondjuk március 15-én, vagy mikor, elmondja, de alig egy hónapja, azt mondja, hogy alapvetően jó irányba mennek az országban a dolgok Orbán Viktor vezetésével, meg elmondja, hogy a jogállam és a demokrácia azok felesleges kifejezések, elmondja, hogy Novák Katalin jó köztársasági elnök volt, nincsenek politikai ambícióim, politikusi ambícióim, és gyakorlatilag olyanná kezd válni, mint Donald Trump. Az egyik nap mond valamit, a másik nap annak semmilyen jelentősége nincs, hogy előző nap mit mondott, a hívei szerint meg csak kiforgatták a szavait, és ő tulajdonképpen sose mondta azt, ami egyébként bizonyíthatóan elhangzott. Hát itt tartunk körülbelül. Ettől függetlenül az nagyon érdekes, amit már a Sándor is mondott, hogy azon kell gondolkodnunk, hogy miért, és a választó szemével, vagy fejével, szemével nézni és fejével gondolkodni, mert hát mi is azok vagyunk egyébként, és mi is azt akarjuk, hogy ez az ország végre egy normális ország legyen. Tehát iszonyú és elementáris az az erő, és számomra ezt mutatja a Magyar Péter jelenség. Hogy nagyon sokan mondják azt, hogy engem nem érdekel már milyen áron, csak valaki takarítsa el ezt az Orbán rendszert. És az a nagy baj, hogy itt megáll a közgondolkodás, hogy csak valakit akarítsa, mert igaz az állítás, és értem is, és érzem is, és én is ezt gondolom, hogy csak valaki, de tényleg, muszáj, mert már eddig is tönkretette az országot. Csak hogy mi van akkor, hogyha ennek se sikerül? Mi van akkor, ha ebbe is csalódunk? Ő egyébként hogyan fogja eltakarítani? Tehát mit jelent az, hogy most június 9-én megmutatjuk? Kivel fog koalícióra lépni? Kivel fog? Tehát, hogy a politikát, ugye a politika csinálás, politikusok csinálják. Tetszik, nem tetszik, ez egy szakma, egy hivatás. A társadalmi elégedetlenség, az, ahogy el szoktam mondani, addig társadalmi elégedetlenség marad, amíg nem követi politikai cselekvés. Hogyha abba bízunk, hogy mindegy ki és mindegy milyen áron csak takaríts el, akkor nem jó úton járunk, hogyha nem gondoljuk tovább, hogy de hogyan, kikkel, milyen módszerekkel, hány év múlva, mi lesz utána, ki fog kormányozni, hogy jön ki a választási matek, tehát hogy ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, tehát nem elég annyit mondani, hogy ó, takarítsd el az Orbán kormányt, mert hogy ez nem ennyi. Bizony nem is mondjuk azoknak, akik hivatásszerűen vagy felkent módon, vagy magukat felkent módon beszélnek a nyilvánosság előtt erről a politikáról, ugye azt a dilemmát, tehát azért vagyunk, mondjuk azért magunk mondja mindannyian politikusok, hogy vagy vagyok
Na mindegy, nem az a dolgom, hogy lecsesszem a közönséget, meg kell nyernem a közönséget. Tényleg nyugodtan konstatálható, hogy a közönség jelentős része Orbános túl akarja az egész rendszert eltakarítani. A kérdés az az, hogy amikor kezdenek arra rájönni, hogy ez az ember, és most mindentől függetlenül, ez az ember is ezt akarja-e? És mi történik majd akkor, amikor kiderül, hogy azért ezt nem akarja, ő csak egy light Fidesz, legjobb hiszemű vagyok, hogy megelőzzük, vagy elérjük, hogy azok az emberek ne apátiába essenek, hogy jöjjenek vissza, vagy ha még nem voltak velünk, akkor jöjjenek el a rendszerkritikus rendszert váltani a baloldali koalíciót. Igen. Nagyon őrült módon észnél kell lenni éppen emiatt. Nem szabad magának a jelenségnek, vagy az embernek se böllérkész sem neki esni. Nem szabad, mert sajnos óhatatlanul az ő támogatóival kell nekünk kontaktálni. Akármilyen hülyén is hangzik, és azzal most, hogy egyik nap ezt mondja, a másik nap azt mondja, az se egy olyan nagy masszívzat, hát nem akarom bántani. Jó, ha már Donát Anna, ugye, vannak gyakorló politikusok, akik egyébként nem csak Trump, de itt, aki mi kis hazánkban is, és Annuska sajnos ilyen a legnagyobb szomorúsága, mert egyik nap ezt mondja, nap azt mondja, mondjuk az unióval kapcsolatban Wilson meg ugyanazt mondja. Hát én azt gondolom, én ezzel egyetértek, ebben az Annának igaza volt, mert hogy a mai nyilatkozatában meg egyértelművé is tette Magyar Péter, hogy úgy az orosz európai háborúban, orosz-ukrán háborúban, ugyanazt képviseli, meg ha úgy teszik a szuverenitás című izében, ugyanazt képviseli, és vállalja, mint Orbán Viktor képvisel. Jó reggelt, Magyarország! Jó reggelt! Most pedig hát kanyarodjunk. Az egy félelmetes dolog, hogy azt mondja, hogy ő neki a demokrácia és a jogállam az egy ilyen amorf, lefordíthatatlan fogalmak. Hát helyette mit szeretne? Tehát antidemokráciát és jogtalanságot? Vagy? Én meg egyetlen egy mondatot, és akkor tényleg lezárhatjuk ezt a blokkot. Azon gondolkodtam, amikor a múltkori hétvégi nagy tüntetésen ugye megjelent ez a nem csak verbálisan, képileg is, hogy itt Gyurcsány és Orbán azonos, és ott kezet fognak egy régi felvételen, és akkor ez a legfontosabb baja ennek az országnak, hogy ez a két ember valamikor egy tévévita után egyelőtt kezet fogott. Tehát, hogy ez az üzenet ezzel kapcsolatban már elmondtam, hogy mi a bajom nekem, hogyha valaki egyenlőségjelet tesz bármelyik régebbi kormányzás is a jelen 14 évünk közé. De azt könyörgöm, fogjuk már fel, tanuljuk már meg. Nem Gyurcsány tartja hatalomban Orbánt, persze, hanem az, aki gyurcsányozik. Ez így van. Ez ilyen egyszerű. Ez így van. Jó, és akkor most kanyarodjunk át Magyar Péterrel a kormánypártokra. Ugyanis a felvételünkkel nagyjából egy időben éppen kormányinfó zajlik, ami azért érdekes, mert két hónapja nem volt. És úgy tűnik, hogy... hiányzott is. Hát hiányzott. Igen. Most legalább egy kicsit erősödik majd az EU. Az ápoltak most megjelent egy kicsit kommunikálatú külvilággal, bocsi. Igen, de Orbán ugye még a saját mikrofonjaikat is került az utóbbi időben, tehát elmaradtak időnként ezek pedig a Kossuth Rádió beszélgetések. Pedig olyan veszélye volt, komolyan mondom, akár egy kormányinfón, akiket beengedek, akár belefolytják a szót Orbán Viktorba, a köztévébe, vagy a Kossuth Rádióba, és megkérdezik, hogy miért adtak kegyelmet K. Endrének? Maguk miért adtak kegyelmet egy pedofil bűnsegédjének? Mire Orbán Viktor azt mondja, hogy de Brüsszel és... És Brüsszel megint megtámad. Jó, miniszterelnök úr. Miért engedtek szabadon egy pedofil bűnsegédet? Erre tessék válaszolni. Na de Brüsszel megtámad. Szóval ezért nem ment, mert ez volt nagyon a komoly veszély, hogy ezt művelik vele a mikrofonálványok. A kormányinfóról beszéljünk egy két szót, hogy mi hangzott el. A legfontosabb... Gulyás Gergely ott volt? Igen. Illetve most debütált az új kormányszóvivő is. A messiás legjobb barátja. Igen. 675 milliárd forintnyi beruházást halaszt el a kormány. Ez volt a legfontosabb bejelentés. Hát ugye márciusig a tervezett költségvetés ilyen 92%-ánál tartanak, amit elköltöttek. De természetesen mi ott a parlamentben, mikor tavaly nyáron elfogadták a költségvetést, mi már akkor pontosan tudtuk, hogy egyetlen szám, egyetlen betű nem igaz belőle.
Például az infláció, amivel igen, számoltak. Igen, az infláció sem volt igaz, és csak mondom még egy adatot. 2010-ben 20 ezer milliárd forint volt a Magyarország államadósága, most 60 ezer milliárd. Háromszorosan lett. Ez törvényszerű, tehát az a gazdaságpolitika, amit a Fidesz az elmúlt nem tudom hány évben követett, az törvényszerűen vezetett ide. Hát előbb-utóbb be kellett következni ennek az államcsőd közeli helyzetnek, hiszen olyan irracionális, gazdasági szempontból indokolatlan beruházásokat eszközöltek, ráadásul ugye hát tudjuk, hogy nem az igazán sikeres projektek azok, amelyek pénzt kapnak, hanem azok, amelyek Mészáros Lőrinccel vagy valami másik Sameszsel összefüggésbe hozhatunk. Az interjújában máshol nyilatkozott róla, de majd arról is beszélünk, ugye volt egy Mészáros interjú, elmondta, hogy ez nem így van. Majd beszélgetünk róla. Én hiszek neki. Én is. Először is sajnos kénytelen vagyok azzal is vitatkozni, de hát nem az opozíció alapján. Olyan jó lenne elmesélni azért a kedves közönségnek, mert mi is mindig belemegyünk ebbe a csapdába, hogy azért szar a helyzet, mert nem jönnek az uniós pénzek. Bocsika, én baromi jól és boldog lennék, és ha én még egyáltalán megélem, mert csak előáll egy olyan helyzet, hogy az ország úgy működik normális, hogy nem jönnek az uniós pénzek, mert nem köl. Tehát, hogyha, hát mondjuk az uniós pénzek, ugye, az unió szolidaritási elve alapján a felzárkóztatás érdekében a valamikor ugye csődbe ment államszocializmus történeti örökségének a kompenzálására jönnek, és ugye mi is fizetünk tagdíjat, de azért jobb helyekről nem kapnak az uniótól pénzt, mert nem köl. Sőt, ők fizetnek. Nem kell. Ők a nettó befizető. Na, azokat lopja el Orbán. Na most így van. Na, ez az egyik dolog. A másik, ugye azt azért tudjuk, nem tudom még, mikor fog leesni, hogy az egy abszolút téboly, hogy a nyár közepén van, fogad el ez a kormány költségvetést. Ez azért van részben, hogy el tudja baszatolni mondjuk az adatokat. És én most meg vagyok őszintén zakkalva egy kicsit, mert meg vagyok döbbenve, hogy ezt most bevallották. Tehát az elmegyógyintézetből ápoltak egy része, kezd kibeszélni. Mi történik itt? Mert nem szoktak ilyeneket mondani még az, hogy amikor az előző kurtítás volt, és megjelent a Lázár ugye ezzel a feladattal, azért nem verték nagy dobra. Itt tényleg valami lélektani előkészítése folyik annak, ami fog történni az uniós választás után. Tehát komoly megszorítások várható? Azt képzeld, amikor egyszer csak az elmegyógyintézetből kiszólnak, hogy megszorítás van, azért az, akkor pezsgőt fogok bontani. Már hogy a szégyenemtől meg, nem pezsgőt pánikát. Megszorítás szólt, azt nem fogok szólt használni. Kiejteni. Reform lesz, vagy valami lesz. Nem, Zsolt, azt fogják mondani, hogy egy vitában el fogod mondani, hogy megszorítás van, hogy egy hazug disznó vagy, és a gyógycsák tarjon meg hazudni. És miattad nem adják oda nekünk járó pénzt. A mondat helyesen így hangozna, hogy nem adják ide azt a pénzt, amit el akarunk lopni, és ezért mi nagyon mérgesek. Meg vagyunk sértődve. De ennek kapcsán egy fontos lépés lehet az előrehozott választás. Egyre többen beszélnek erről, DK kezdte, azóta többen is mondták, hogy esetlegesen lehetne ennek a realitása. Ő kezdte is. Nem. Dobrev Klára kezdte. Ezt a Klára jelentette be elsőként azzal a szófordulattal, hogy ha a többségét elveszíti, az európai parlamenti mandátumok többségét elveszíti a Fidesz, ezáltal bukik a Fidesz, akkor érdemes követelni az előrehozott választást. De valami mondott a Magyar Péter is, amire... Nem tartja kizártnak. Jó, mindegy. Oké, én úgy jöttem meg, de akkor nem fogok még se hülye halni. Meghalni, mint meghívtatok. Én úgy emlékszem, hogy valamire reakció volt ezért. Egy sokkal határozottabb reakció, de ezt most tegyük félre. Elmagyaráztatok nekem, mint egy 3 éves gyereknek. Már bocs, hogy átveszem a szerepedet, hogy ennek most... Mi értelme? Nem lesz ebből semmilyen előrehozott választás, hát vicceltek. Ugye? Nem. Akármennyire is azt gondoljuk, hogy ezek a fiúk nagyon ügyesek, és nagyon ügyesen tartják saját magukat hatalomban, azért az elmúlt 14 évben ilyen nem történt, ami az elmúlt hónapokban. Ez a rendszer recseg-ropog. Nem csak fönt, hanem most már azt tapasztaljuk, hogy lent is. Gondolta volna valaki február első napjaiban, vagy január utolsó napjaiban, hogy egyszer csak megbukik
a fideszes köztársasági elnök? Gondolta volna valaki, hogy megbukik a volt igazságügyminiszter? Hogy leszedik az üdvöskéjüket, a listavezetőjüket, az EP listavezetőjüket a pályáról? Balogh Zoltán. Gondoltuk volna, hogy Balogh Zoltán a fő kénytelen egy-két dologról, mert még annyira mindig nem volt tisztességes, hogy minden pozíciójáról lemondjon, de hogy azért bukása... Matolcsi, Varga, Nagy Márton, ezt háromszög háborúja. Ez a háromszög Matolcsi, amikor kiáll, és hirtelen őszinteség rohama lett, ez már ugye ősszel kezdődött. És mi pedig azt tapasztaljuk, hogy egyébként a helyi, a országos szinten a helyi kiskirályaiknak sincs már akkora arcuk, mint volt mondjuk egy fél évvel ezelőtt. De ez hol mert... látod, vagy a Csekettőn, vagy hol? Csekettőn, igen. Képzel, mi járjuk, a... járjuk az országot. Van, aki vidéken él, mi pedig itt, ott is. Na, szóval nincs már akkora arcuk, mint volt. A félelem az, hogy most ez a rendszer már nem olyan, mint volt az elmúlt év végén, nem annyira biztos, nem olyan határozott. A pénz nem jön, még nagyobb gazdasági bajban van az ország. Egyre több az elégedetlen. És hogyha még június 9-én ez a recsegő, ropogó Fidesz rendszer, ami még távol van sajnos az összeomlástól, de látjuk annak jeleit, hogy itt-ott azért már egy-egy talpfája kitörött, hogyha 9-én az emberek minél többen elmennek szavazni, és az akaratukat is kinyilvánítják, hogy ebből a rendszerből nekünk elegünk van, és az lesz a 9-i eredmény, akár az EP választáson, akár helyi önkormányzati szinten, hogy, és legfontosabbat nem mondtam, hogy morálisan elveszítette már a mindenféle tartását a pedofil botránnyal ez a kormány. 9-én ennek az az eredménye, hogy soha nem látott visszaesést, soha nem látott bukást, reményeik szerint könyvelhet el a Fidesz, akkor egész egyszerűen nincs más választás ennek a kormánynak, amelynek sem morális alapja nincs, sem társadalmi támogatottsága, sem tudása ahhoz, hogy kormányozzon. Jó, figyelj, de ez a történet, amit ilyen zavaros helyzet van ebben az országban most politikai értelemben, attól, részben attól is van, hogy néha úgy megyünk, mint az ökörhúgyozás. Az hogy lehetünk úgy? Például, és akkor mi lesz, hogyha mondjuk akár tisztelek, akár nem a hagymázos téboly szállt meg. Az ellenzéki térfélen is most értelmezési viták vannak, most a szavazók szempontjából mondom. És június 9-én, én például azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel meg fog látszani a Fideszen ez a történet, de egyrészt a Fidesz kemény magját ez össze fogja rántani, és össze tud hozni egy olyan eredményt, már a leszámolt eredményről beszélek, amit azért vereség, nem muszáj vereségként interpretálni. Én mondjuk megvártam volna ezzel a június 9-e utáni helyzetet, hogy mondjuk legyen tényleg valami reális esélye annak, hogy azon kívül az ellenzék maga sincs abban az állapotban, ha mondjuk kiírnak egy augusztusra egy előrehozott választást, akkor mit fogunk mondani? Én tudom, hogy tudom a válaszodat. Jó, oda ne nézz így rám. Ne nézz így rám. Jó, ne nézz így rám. De várjál, várjál, hagyj fejezem fel. Kicsit kinyitom a szemben, de hagyj fejezem fel. Mit válaszoltam? Én megválaszoltam, hát mit, elmondtad volna a mantrát. Tehát, hogy mi tudjuk, nekünk van kormányprogramunk és van árnyék kormányunk. Ezt mondanám. Nem vagy te olyan buta fiú. Tudom én azt. Na mindegy, tehát én azért hajlamos vagyok arra, hogy... Te figyelj, de Vlagyimir Iljics Lenin megmondta. Korlátozzuk a hozzászólást. Vlagyimir Iljics Lenin megmondta, hogy nagyon veszélyes, ha a propagandista elhiszi a saját propagandáját, vagy magyarra fordítja a vágyvezérelt gondolkodás uralja a mondókákat. Én kurvára szeretnék itt egy... Nem csak, hogy kormányváltást, nem rendszerváltást. De érted? Én meg azt szeretném, hogyha tudnák az emberek, hogy mi a tétje júni 9-nek, jöjjenek el minél többen szavazni. Így van. Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen, és a változást akarunk. Így van. Ennyi. A Sándor meg várja augusztusig. Jó, van Olga, majd is fog dopogni a vállamon, de hát az már, én már megszoktam. Már nem az Olga dopogását. De hogyha van valaki, aki nem zokog, az Mészáros Lőrinc. Most érünk át arra, amit Jenő mondott. Exkluzív interjú. Kivel? A hajójával mi van most? Azt értettem, hogy hagyójával. Én is úgy értettem. Hagyó. Olyan gonosz vagy. Ezt hallottam, most nem vagyok gonosz. Ez most egy különleges struktúrájú téma lesz. Ez úgy fog működni, hogy felolvasok rövid részleteket ebből az interjúból, és arra reagáljatok. Mind Mészáros Lőrinctől.
Jaj, szerintem abból részleteket. Bocsánat, szerintem abból egy szót nem mondott ő, de ez mindegy. Ja, viszonylag kevésbé. Hogy ezeket fejből idézett. Hajjuk. Az ő hangján? Igen. Biztos megtanultad. Igen. Na, akkor első. És akkor mit kell nekünk csinálni, azon kívül, hogy okosan hallgatunk téged? Hát reagálj. Hát reagálj. Ja, reagálj. Alternatív programot mondom. Így. Vagy kiavítjátok a hibákat benne. Na, legelső. A gazdasági fejlődésem nem két nap alatt történt meg, hanem az elmúlt 32 év munkájával jutottam el idáig. A vállalkozói világ minden lépcsőfokát megjártam, hiszen voltam kis, közép és nagy vállalkozó is. Ebben voltak jobb és kevésbé jobb időszakok, de napról napra mindent annak rendeltem alá, hogy mindig legalább egy lépéssel előrébb tudjak jutni az utamon. Sikerült. De szép. Ez biztos, hogy ezt nem a Fidesz hajtóosztály ezt biztos, hogy biztos, hogy nem a Mészáros Lőrinc mondta. Biztos, hogy. Ez az összetett mondatok. Ezek a mondatok ilyen magyarul vannak. Tehát. És összetett mondatok? Igen. Tehát, hogy itt az egy kicsit hibázik a dolog. Igen, de neked hol nem stimmel? Sehol. Az első szóval, névelőnél. Szóval ezek a mondatok, ezek nem Mészáros Lőrincről jöttek, hát nyilván neki most leírtak egy pár sort, el tudta olvasni, és ezek azok a dolgok, amiket a szájába adtak, de egyébként hát ez egy röhely. Én nem tudom, van-e erre példa a világtörténelemben, hogy egy gázszerelő iszonyatosan rövid idő alatt az ország leggazdagabb emberévé válik, ráadásul kizárólag akkor, amikor Orbán Viktor van hatalmon. De ez a lényeg, hát, hogy nem egy gázszerelő az ország. És ugyanabból a faluból származik. A vízszerelők szomszédja címborája, tehát ez a lényeg. Most te olyan voltam majdnem, mint a Menzer Tamás. Azt mondja a Mészáros, azt mondja ezt a Mészáros, tudod, mit mondott a Mészáros? Tudom, de ideje provokálnak. Tudod, mit mondott a Mészáros a későbbiekben? Na mit? Hogy ő a szoci rendszerben üldözött volt. Hát ezért volt akkor ő csak gázszerelő. Már akkor is zseni volt. Ja, ezt erre nem gondoltam. Meg Gyurcsány rendszerben, őt üldözték. Meg a Gyurcsány üldözték. Jó, de hát ezt most miért adod a szájába? Hát a végén még mondja. Benne van. Igen? Benne van, hogy őt üldözték. Hát benne van. A szocialista kormányok így mondja. Igen. Jó, tehát akkor Gyurcsány is üldözte. Hát bezagott. Igen. Hát benne van a cégben. De ugye arról is beszélt, de miért nem emigrál? Egy korábbi interjújában, 2017-ben, hogy ő napi ilyen 20 órákat dolgozott, 18-20 óra, és ennek okán tette fel az interjúztató a kérdést, hogy ha mindenki ilyen sokat dolgozik, akkor azok milliárdosok lesznek épp. Erre következőt mondott a Lőrinc. Hát nem törvényszerű a milliárdossá válás, de azért érdemes sokat dolgozni, mert azzal tud csak előre jutni az ember. A munkaórák számánál fontosabb kérdés a hatékonyság, mert hiába dolgozik valaki sokat, ha nem hatékony a munkája. Na, muszáj nekünk ezzel foglalkozni. Nem, én komolyan mondom, még egy Mészáros Lőrinc idézetet felolvassa nekem, hogy egyet még csak a következő, de ez csodálatos lesz, tényleg. Na figyeljetek. Az egy ultraliberális, már-már kommunista jelmondat, hogy nálunk a magyar vállalkozók csak úgy kapják meg a munkákat, osztogatják nekik. Várjál, most te nem jó hangsúlyoztad, tehát azt mondod... Csak úgy kapják, csak úgy megkapják. Csak úgy, így. Hogy osztogatják nekik? Vagy csak úgy megkapják, osztogatják. Jaj, Istenem. Hát, kvázi az Orbántól megkapják, az nincs úgy. De az eleje az amúgy figyelemre méltó szerintem az is, hogy ultraliberális, már-már kommunista, ugye a kettő az szinte szinonima. De ez a kommunistázás, ez a liberál kommunista. Ez nagyon érdekes, hogy ebben meg liberális ez ebben a sadul izében is megint előjött, és napokban egy fiatal NER közeli jogásztól, tehát egy a 35-40-es, és egyre többször előkerül azért ez a jövőből sok mindent elárul egy lehetséges jövőből, hogy a mai bírósági kar az még mindig tele van kommunista csökevénnyel. Nem tudom, hogy ezt mennyire vettétek észre, hogy ezeket elkezdték már nyomni. Hát ez most az egyik televíziós műsorba ment, egy nagyon nézett műsorba volt egy vita, és a NER közeli jogászok, meg közvélemény, meg egyébként a NER-ből, az Elmegyógy Intézetből néhányszor újabban kiszólnak, meg azért a legfelsőbb bíróság elnöke most ott ült kormányülésen, és lehet itt amúgy jobbra-balra, azért megpróbálják ugye hangolni a bíróságot, amit még bíróságot nem tudtak elfogni. Az eszem megáll, csak azt akartam jelezni, hogy lehet, hogy még durvább
Én biztos vagyok benne, hogy egy sokkal durvább politikai harcra és konfliktusra kell felkészülni, mint mindez idáig, amit történt. Ez így van, ezzel teljesen egyetértek. Sehol nem vagyunk ahhoz képest, ami még lesz. Igen, ez de azt mondjátok, hogy miért engedik nyilatkozni? Ennek most miért, mi haszna volt? Az, hogy engedik, hát előírta valaki. De miért? De várj, ez egy írott interjú volt, ugye? Tehát, igen. Nem. Hát, akkor ott sem volt. Muszáj. Megpróbálnak építeni. Legitimálni kell. Nem a nemzeti tőke. A nemzeti tőke itt van. Ennek az interjúnak egyik nagyon fontos része az is volt, hogy milyen baromi sok pénzt jótékonykodik, és a többi a nemzeti tőkés osztály. Megépítése legitim, jó emberek, 40-valahány ezer embert foglalkoztatnak, és a többi. Tehát ez egy ilyen pozitív imázsizé volt. Hát persze. Tehát nekünk az kell, hogy szeressük meg? Tehát most az de, a cél. Kimondta, hát nem. Ne te szeressek magad, rád nem számítanak. Na, nem, rád nem, nem, meg rám sem. Nem. Vagy itt a választással, vagy mi? Meglepő módon Fidesz szavazóknak, a kemény magnak, meg annak, aki... Nem indul való a polgármester választása? Mert polgármesternek is jó volt. Oga, ne égessél most. Itt égek, mi volt ez a Marika tollat? Itt égek, mint arany. Miért? Elmondom neked, de hát én... Hát róla már nekem úgy is minden. Én egyszer még, amikor ő üldözött volt. Igen. Mit csináltál vele? Kampányoltam egy polgármestert. Mit csináltál? Hát, jó, nekem van itt múltam egyedül ebben a hazában. Egyszer, még egyszer. Te igen. Kampányoltál Mészáros Lőrincnek igen. A polgármesterré választását. Annak idején, amikor üldözték a... Kik? Hát a kommunisták. Amikor ti üldöztétek. Amikor mi üldöztétek. Én már lassan toptam csertosnak érzem magam. És hogy volt ez a kampányolás? Tudsz erről még mesélni? Hidd el, hogy könnyebb lesz. Sokkal könnyebb lesz. A 2000... Volt nekem egy olyan korszakom, amikor igen. Itt, hogy is mondjam, éppen az akkori... Fideszes voltál, vagy igen. Akkor igen? Éppen fideszes volt. Jaj, nem baj, hát van ez így. Van a későn élő típusú. Igen, de én is voltam. A személyiségfejlődés. Közvetlenül az ultraliberális után. Hírtévésként mentem neki kampányolni, mint Fidesz. Mesélj, milyen volt a kampány? Tudod mi a rém? Hát semmilyen. Semmilyen. Nézd meg a Jackie-i sárga. Semmilyen különös nem volt benne nekem. Mert ugye nekem hosszú, sötét múltam van. És életemben nem először... Még a jelened is, igen? Még életemben nem először találkoztam azzal a helyzettel, hogy valakinek vannak politikai ambíciói. Sőt, komoly politikai státuszban van, és nem tudom azt se eldönteni, hogy nevet vagy rossz kedve van, mert az állatkerti orángután artikuláltabban és értelmesekben kommunikál a Keszrecen keresztül, mint ő. De én ilyet már láttam. Mi? Az állatkertben is voltál kompás? Nem, csak voltam állatkertben. Jó, én egyébként most is állatkertben vagyok. Igen. Na, de ez is konkrétan. Nem így, néha úgy érezni, hogy kiszabadulj általában. Konkrétan szeretnék valami. Milyen kampányt folytatott Mészáros Lőrinc, mert eredményeként megválasztották őt polgármesternek? Hát semmilyet. Hát itt volt, hogy jöttünk, mentünk és mondtuk, hogy Lőrinc jó. Hát ez így szokott és nézni. Hittek nektek. Hát hittek. Hát, próbáltak volna ne hinni. És neked, hát neked mit ígért? Neked, azt kérdezi, Jenő, neked mit ígért? Hát én nem szoktam kérni. Nem azt mondom, mit kértél. Nem kérdez. Ígért, hát azt se tud, figyelj ide. Neked egy kisebb jachtot. De ő az, akkor azért még nem volt, mert akkor még üldözött volt, és ezért nem volt jacht. Akkor még gázszerelő volt? Nem volt, akkor még gázszerelő, igen. Hát amikor polgármester... Olga. Ez az ember, amikor még polgármesternek indult, akkor azért még nem volt ott a jacht a háttérben. Aki szeretné tovább nézni Kálmán Olga interjúját Csintalan Sándorral, iratkozzon a YouTube csatornánkat, folytatjuk, de az utolsó témánkra egy kicsit meg kell komolyodnunk. Ellenzéki előválasztások. Igen. Zuglóban elmarad, de az 5. és a 12. kerületben a napokban derül ki, ki lesz a polgármester jelölt. Mennyit segítenek a fővárosban, meg úgy unblock az ellenzékben az előválasztások a jelenlegi helyzetben? Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor Csintalan Sándor még Mészáros Lőrincnek kampányolt, akkor ő szerintem Mészáros Lőrincnek mi lett volna a vélemény egy előválasztásról? Megmérette volna magát egy előválasztásról? Ja tessék, nem tudunk reagálni. Én nem értem. Jól lefordulok a témába. Ez valahol már a lélektan világába tartozik ez a kérdés. Ez abszolút a lélektan, csak most akkor, tehát azt hittem, hogy mindent tudok rólad. És
Egy ilyen sötét fordulat. Jenő, mondj nekem valamit, kérlek. Mi a kérdés? Előválasztás. Az előválasztások. Hát, Mészáros Lőrinc, az hajlandó lenne egy előválasztás. Ez a kérdés. Én előválasztás párti vagyok, mert hát végül is az egy kicsit azért tisztázza a viszonyokat, de hát persze nem minden. Most is látjuk egyébként, Budapesten nem mindenütt vannak előválasztások, van, ahol, és van, ahol nincs. De azért, hogyha egy előválasztás valamelyest tisztázza, hogy kinek van a legnagyobb esélye, az egy jó dolog szerintem. Tehát ne föltétlenül pártirodák hűvös homályában, vagy melegében, vagy nem tudom micsodájában dőljön el a dolog, hanem a választónak legyen lehetőség arra, hogy valamit mond előre. Úgyhogy én nem vagyok ellene egyáltalán az előválasztásnak. Más kérdés az, hogy az elsülhet rosszul is, mint például a Márki-Zay esetében. Én meg a pártirodák hűvös homályába, vagy füstös homályára, hogy mondjak valamit. Lehet ezt úgy is fogalmazni, tudom, hogy ez a közkeletű, hogy ne ott dőljenek a dolgok. Hogy az ellenzéki pártok felelősen tudják azt, hogy az Orbán által kialakított választási rendszerben egy az eggyel szembe van esély. Nem hat vagy 8 ellenzéki jelöltre szavazunk, hanem egyre, aki szemben áll a fideszes jelölttel. Ennek érdekében okos kompromisszumokat kötnek a hűvös, füstös, bármilyen pártirodában. Tehát, hogy nincsen ezzel semmi baj, tehát, hogy misztifikáljuk már ezt is évtizedek óta, hogy ott a pártirodában mi történik. Például megállapodnak, hogy Józsinak van nagyobb esélye Borsod 6-ban, vagy Pest 8-ban, vagy pedig a Marikának. Szerintünk a Marika az sokkal többet dolgozott, és a helyiek is úgy vélik, az alapszervezeteink is azt mondják, hogy, és hogy megegyeznek a pártok, az ellenzéki pártok, hogy végül egy jelölt. Tehát ahol nincs megegyezés, ott van az előválasztás, de önmagában én nem előválasztás párti, hanem megegyezés párti vagyok. És sokat nem szeretem az előválasztást. De még van hozzád egy kérdésem ezen kívül. Hogy sokat beszél, majd az is. Hát ez 2 perc múlva. Hogy sokat beszéltünk, hogy az EP választások milyen hatással lesznek Orbánékra, de az önkormányzati választásoknak mekkora súlya van egy esetleges, nem tudom, kormányváltásra nézve? Nyilván van súlya. Ugye a 2019-ben megtörtént az a számukra rendkívül kellemes és örömteli esemény, hogy több megyei-jogú várost és Budapestet átvettük a kormánytól. Jelenleg nagyjából olyan 3 millió magyarnak nem fideszes a polgármestere. És azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben, ha csak nem történik valami rettenetes hóvihar, akkor további városokat megszerezhet az ellenzék. Ha mindez párosul azzal, hogy az európai parlamenti mandátumok többségét is el lehet onnan hozni a Fidesztől, akkor, amit az előbb mondtam, hogy ez a lélektani helyzet, ez csak, talán mégiscsak előállhat. Mondjuk szerintem az előválasztások megléte esetén mondjuk semmivel nem lesz kevesebb seb, vagy több seb, mint akkor, hogyha egyébként kártirodákban zajlik a mutyi, ami tényleg egy marhaság, és ezzel meg veled értek egyet. Azzal ráadásul az ironikus megjegyzés, hogy bár volnának pártirodák. Na most nem azt jelent, nem azt mondtam, hogy nincsenek pártirodák, hanem én azt gondolom, hogy mondjuk pártirodák akkor, a pártirodákról úgy általában akkor lehetne beszélni, hogyha mondjuk az összes magyar párt taglétszáma megközelíteni Bécsváros szociáldemokrata szervezetének taglétszámát. Tehát ott, ahol tényleg 3-4, mint például most a 12. kerületig néztem tegnapi előválasztást. Ez nagyon indokolt. 3 olyan jelöltet láttam ellenzéki oldalról, aki potens. Megismertem új nevet, sőt 2 is, akikről fogalmam nem volt, és örülök, hogy tudom, a 12. kerületben ilyen, meg a magyar politikában megjelentek elő emberek. Ezekre az előválasztás alkalom arra is, hogy az a mobilitás, ami a pártokon, akár az ellenzéken belül is szükséges lenne, meg egy igazi rendszerváltáshoz szükség lenne, mert Bivaj Asznáttól Budapestig és a parlamentig kell rendszert váltani. Ahhoz például az előválasztás egy nagyon jó eszköz és módszer. A kérdés az az, mert én most is utólag is előválasztás párti vagyok. 900 000 ember mozdult meg. Az, hogy az ellenzéki elit elcseszte,
az egy dolog, és én nem hiszem, hogy különösen... Hány volt Fidesz, nem hisz, hogy különösen... Nem, nagy verseny lenne annak az eldöntése. Nagyon ne, hogy ki volt ebben felelős, és mindannyian felelősök voltunk benne, mert nem volt őszinte a mosolyunk. De az a 900 ezer ember, szeretném felhívni a figyelmet, sokkal több a maga jelentőségében, mint az, hogy mondjuk kimegy ki a Kossuth térre, és hányan mennek ki. Azok az emberek elkötelezettek voltak, megemelték a següket, több ezer aktivista dolgozott, önként és ingyen és lelkesen. Tehát van, ahol kell előválasztás, van, ahol nem kell, van, amikor szükséges, van, amikor nem. Én is ezt mondtam, csak a Sanyi okosabb. Igen, igen. Hát emlékszel rá, hogy milyen szép volt ott Óbudán, amikor találkoztunk. Nagyon szép volt, azt hittem, hogy megint megcsinálom. De a közönségnek is tetszett Senki többet harmadszor. Ebben az esetben ez volt az 59. adásunk. Köszönjük, hogy velünk tartottál. Jövő héten, ugyanúgy, ugyanúgy, ugyanúgy.